Úgy mondják, vannak a vadászatra jó napok és jobb napok. Persze ahhoz, hogy e mondat szerint éljünk, birtokolni kell azt az ősi szenvedélyt, amelyet évszázadokon keresztül birtokoltak a gyulai erdőket járó vadászok is. Minden fa, minden levél az ő történetüket meséli itt. Nyomukban járni nagy tisztesség, de elhagyni a kitaposott ösvényt, és a rögösebb, nehezebb útra lépni, épp úgy része az igazi vadászember életének, mint a hagyománytisztelet. Mert a kihívás nem a megszokott úton vár, és a könnyű siker lehet, hogy tetszetős, de nem szolgál életre való élménnyel. Az erdő templom, ahogy a vadászat ima, melynek célja nem a mértéktelen ölés, a vad elpusztítása. Az út végén a vadász nem talál mást, mint önmagát, tisztán látva saját gyarlóságait, saját erényeit. A gyulai erdő kegyes volt. Az eső, ahogy jött, úgy ment. Talán a történelmi vadászterület szellemei tudták, hogy különleges nap virradt az óbíródi vadászházra. Olyan esemény készült, amelyre hazánkban közel 100 éve nem volt példa. A hagyománytisztelő vadász élete első dámbikájának elejtésére készül, de nem akármilyen eszközzel. A lövedéket 6,5 g régi füstös lőpor gyorsítja majd a csőből 500 méter per szekundum fölé, hogy az 2550 joule energiával hagyja el a torkolatot. Nem kell sok töltet, itt nem lesz második lövés. A közel 170 éves eredeti előtöltő puska, bár 100 méterig éppolypontos, éppolyerős, mint egy modern vadászpuska, megtöltése lassabb folyamat. Időt igényel. A puska 1850 körül készült Bajorországban, de épp úgy kiállta a modernkor fegyvervizsgálatát, s a legerősebb lőporok legnagyobb próbatöltetek sem kottyantak meg neki. A fegyver töltése szakértelmet igényel. A jól kidolgozott töltet nélkül nincs pontos lövés. Különleges hely Gyulai. Mindig is az volt. Itt gondos kezek védték, óvták a vadat évszázadokon keresztül. És most is csodálatos élmény az öreg erdőket járni. Figyelni, ahogy a természet az eső után ébredezik, és minden kis csodáját a cserkelő vadász elé tárja. István és kísérője Károly a két első vadász, akik előtöltő fegyverrel léphetnek az erdőbe. A különleges kutatási engedély 2015. február 28-ig engedi, hogy előtöltő fegyverrel vadászunk a gyulai erdészet 7600 hektáros területén. Nagy lépés ez. Nem volt ilyen még Magyarországon. A természet tenyerén hordozott minket. Rögtön a cserkelés elején egy 3 éves forma magányos kan keresztezte útunkat. De a cél aznap más volt. A gyulai erdők legnemesebb vadját, a barcogó dámbikát terveztük közelre belopni. Nem is kellett sokat várni. Károly szinte minden bika barcogó helyét ismeri. Körülöttünk 10-12 erős hangú bika hívogatta mennyegzőre kedvesét kitartóan. De érkezésünk megzavarta persze a készülő nászt, s a bikák eltávolodtak barcogó teknőiktől, megszokott helyüktől. Visszatérésüket egy közeli leskosár rejtekében terveztük kivárni, melytől alig 80-90 méterre számos teknő volt látható. Az erdő alig 40 percre hallgatott csak el, mikor aztán újraindult a zenebona, mintha mi ott sem lettünk volna. Elsőként egy öreg, szemre 4 kiló feletti lapátos tért vissza. Az öreg bika jó 90 méterre, a mi lőtávolságunkon kívül állt meg. Élesen figyelt minket egy darabig szúró tekintettel, majd elegáns nem törődömséggel feküdt el, megszokott teknőjében, hogy kipihenje az elmúlt hetek viszontagságait. Nem könnyű ilyen távolságra célozni nyílt irányzékkal. A puskának meg sem kottyan a 100 méter, de ilyen távon már a vad jelentős felületét takarja ki a célgömb. Aztán szép lassan elkezdtek visszaszivárogni a fiatalabb, éberebb bikák is. Bár a barcogás idején figyelmük töredéke a megszokottnak, a rossz szélirány több esetben is megtréfált minket. Néha, mintha csak tudták volna, hogy István 100 méter fölé nem fog lövést tenni. Serényen kifutottak a lőtávból, majd kihívóan álltak meg a biztonságban. Új haditerv készült. Károly tanácsára elhatároztuk, hogy jó széllel a távolabbról hangzó bikák felé indulunk. Nem várunk tovább a lesen.
A nedves avar szinte hangtalanná tette lépteinket. Sokszor megállva, mozdulatlanná dermedve csökkentettük folyamatosan a távolságot. A hormonokkal telt bikák belopása jól sikerült. Alig 40 méterre lépett ki a takarásból egy szép fiatal lapátos, de nem ő volt, akit keresünk. S bár az irányzék már jó helyen volt, hiba lett volna a lövést leadni. Hadd menjen békével. És akkor megpillantottuk őt. 120 méterről közelített felénk, lépésről lépésre csökkentve a köztünk lévő távolságot. Szép, megfelelő korú, 3,5 kiló körüli lapátos. Épp István kedvére való nemes vad. S hiába az izgalom, a szokatlan puska. István rutinnal regulázta meg kalapáló szívét. Biztos kézzel emelte célra a 170 éves fegyvert. Már csak arra volt szükség, hogy a 75 méteren álló bika kilépjen a takarásból. Párás levegő által lenyomott füst és a fák miatt nehéz volt felismerni a vad találat jelzését. 75 méter nem kis távolság, de István rajta volt a célon, biztos kézzel lőtt. Károly messzeláton keresztül figyelte, hogy a jól talált bika 75 lépés halálvágta után egyszerűen összerogyott. Kivárva a cigarettányi időt, nyugodtan, kényelmesen indultunk a vadhoz, követve a halálvágta során hullajtott vércseppek nyomát. És a lőtt vad ott feküdt, várva, hogy az elejtő birtokba vegye élete első dámbikáját, mely egyben Magyarország első előtöltő fegyverrel elejtett trófeás vadja e században. Az izgalom percei véget értek, maradt a nemes vad iránt érzett tisztelet, halála felett érzett szomorúság, és az elejtése miatt érzett boldogság sajátos keveréke. A sebtöretés az utolsó falat hagyománya olyan kötelesség, melyet a legkisebb vad elejtése után sem szabad elmulasztani. De különleges értelmet nyernek egy ilyen nemes vad halálakor, mely egy mértéktartó, hagyományos vadászati mód modernkori újjáélédése is egyben. Ez a Balázsnak mondtam, hogy a holdra szálláskor mondtak ilyet, hogy kis lépés az embernek, ez nagyon nagy lépés az erőtöltősöknek. Erőtöltősöknek. A Gyula az érték területén az első dámbik, ami erőtöltős fegyverrel esett, és nagyon nagy öröm nekem, hogy Krisztó Bácsi, neked is az első dámbikám, úgyhogy köszönöm szépen, gratulálok. Köszönöm az adásnak. Tiszteltel adnak. Köszönöm szépen. Az elejtés etikusságához kétség sem férhet. A lövedék mindkét oldalon átütötte a vadat, erős, gyors kivérzést okozva. Az előtöltő fegyver semmivel sem okozott nagyobb szenvedést, mint bármely más modernkori vadászkaliber. És hogy miért jó előtöltő fegyverrel vadászni? Mert én olyan jól éreztem magamat, hogy az egész vadászatnak a hangulatát megváltoztatta ez a puska, és az a légkör, ami körbevette ezt a helyzetet, ugye? Ilyen fegyver csak a múzeumban látunk. Így van. Fene se gondolta volna, hogy... Úgyhogy nagyon felemelő érzés volt ebben vadászni. Tökéletesen és ebben elejteni vadat. Igen. Nagyobb a kihívás, nehezebb a feladat.
de több esélyt is ad a vadnak, mint a mára szinte maguktól lövő digitális vadászfegyverek. Az előtöltő fegyveres vadász olyan értékekhez nyúl vissza, melyek megőrzése nélkül a puskás ember egyszerű mészárossá válik. De így, tiszta lelkiismerettel kocinthattunk egy új előtöltő fegyveres vadász tiszteletére. Mert számunkra a vadászat a vad látó, halló, szagló távolságán belül kezdődik.